70 millió forintos kormánytámogatásból újult meg Maros lelekőségi konyhája. A felújított épületrészt pénteken adta át Lázár János országgyűlési képviselő és dr. Martonosi György Maros lele polgármestere. A falu életében nagy előrelépést jelent a fejlesztés, hiszen a korábbi konyhára az 1960-as években költöttek utoljára, így az már nem volt korszerűnek mondható. A mostani konyha az általános iskola épületében kap helyet, és 300 ember, köztük óvodások, iskolások, idősek étkeztetését oldják meg itt. Maga a konyha a beépített technológiai berendezéseknek köszönhetően a legkorszerűbb, a ma elvárható legkorszerűbb. Ételek elkészítésére is alkalmas, tényleg zsír nélkül lehet főzni, meg minden olyan követelményt teljesít a konyhánk, amely majd az új közétkeztetési szabványoknak az előírása lesz. Az Avaton Lázár János országgyűlési képviselő kiemelte, összefogással egy nehéz helyzetben lévő településen is lehet eredményt elérni. Erre jó példa Maros lele. Sokkal többről van szó, mint hogy egy oktatási intézmény, vagy egy szociális ellátási központ, vagy egy települési közösség bármely szervezete létrehoz egy konyhát. Ami engem megragadott, és ami miatt ezt a programot kifejezetten igyekeztem segíteni szerény eszközeimmel, az közmunkaprogramban való részvétel, a lehetőség meglátása a közmunkaprogramban. Én azt hiszem, hogy az a mintegy 70 ember, aki a közmunkaprogram egy részébe itt bekapcsolódott, az kifejezetten sikeresnek mondhatja magát, és a település is egy nagyon sikeres, az országban példaértékű, elismerésre és megbecsülésre értelmes és érdemes közmunkaprogramot tudott létrehozni az elmúlt időszakban. A pénteki átadón felmerült annak az ötlete, hogy az amúgy jól működő Maros lelei közmunkaprogramot kibővítenék és új célokat tűznének ki, amelyek a konyhához is szervesen kapcsolódnának. Szociális szövetkezeti modellt szeretnénk megalkotni, hogy így mondjam. Ennek az egyes elemei már működnek itt a községben. Az élelmiszer alapanyag termeléstől, a saját felhasználáson keresztül, a feldolgozásig és a fölösleg értékesítéséig, valamint a szociális ellátásba történő bevonásáig mindent meg tudunk most már csinálni. Ugye van egy kis üzemünk, ahol feldolgozott élelmiszereket tudunk csinálni, ebbe a konyhába nyilván a főzéshez szükséges alapanyagokat be tudjuk szállítani. A község konyháján készült ételeket nem csak a közétkeztetésben résztvevők fogyaszthatják, hiszen közösségi rendezvényekre bárki rendelhet ennivalót.